Jó estét kívánok, ez a Hír 24 karácsonyi kiadása. Több ezer forintos ebéd a Vörösmarty téren, vagy éppen ételosztás a Blahán. Ki így ünnepel, ki úgy. A hajléktalanoknak ez a nap ugyanolyan, mint a többi. Legfeljebb végre kapnak egy kis ételt, és nem kell elbújniuk a közteresek elől. Az idén ugyanis több mint 2000 hajléktalant szólítottak fel, hogy hagyják el a helyet, ahol éppen tartózkodtak. Török Réka riportja. Még ma is sokan mentek ki a Vörösmarty térre. Nézelődnek, vásárolgatnak, mindenki készülődik az estére. Mi készülünk rá elég komolyan, tehát megvan már véve a halászlé, minden otthon van. Igazából fontos ünnep, tehát a gyerekek miatt nagyon fontos. Édesanyám átjön hozzánk, és együtt vacsorázunk a gyerekekkel. Igaz? Szereted a karácsonyt? Igen. Miért szereted? Mindenért. Esznek, isznak és jól érzik magukat. Még akkor is, ha egy libacomb 3000 forintba kerül. Egy pohár forradbor pedig majdnem egy ezres. Hát mi a nagyszülőkkel leszünk együtt. Halászlé lesz. És beiglít persze. A tradicionális ételek. Gyerekkortól az ember megtartotta a karácsonyt. Bizonyos fokig az a valláshoz is hozzátartozik. És hogy telik? Ahogy szokott. Beiglivel, család összeülésével. És egy örömünnep. A nagy családi vacsora a többség számára magától értetődő program ilyenkor. Azonban nem mindenki számára örömünnep a karácsony. Sokaknak nincs mit enniük, vagy éppen nincs senkiük, de még fedél sincs a fejük felett. A hajléktalanoknak általában munkájuk sincs. Ez az ember éppen azt meséli nekünk, hogy számára az volt az év legnagyobb ajándéka, amikor egy jótevője munkát ajánlott neki. Lenne egy kis szerencsém a fortunán, és lenne egy saját lakásuk. Lenne egy saját lakásom. Vagy egy ötlet tudnék venni egy olyan abletet. A Blaha Lujza téren rengetegen állnak sorba, azért, hogy ebédelhessenek. Mindenki éhes. Van köztük olyan is, aki nem hajléktalan, de még sincs étel az asztalon, karácsonykor. Persze ez csak egy nap az éven. Ma jól laknak, de hamarosan megint éhesek lesznek. Akkor pedig már nem lesz ünnep, és az ételosztások is megritkulnak. Nekem a kislány jelenti a mindent, a karácsonyt. A legnagyobb karácsonyi ajándékot az én kislányom most, neki az a vágya, hogy ugye karácsonyra nem tudom neki teljesen teljesíteni, de augusztusra teljesítem neki, hogy elmegyünk egy Violetta koncertre. Sokan a szegénység mellett még magányosak is. Nem eldobtak. Megszültek és eldobtak. Nagyon éhes vagyok, azért állok, szóval hol a jegy? Olyanok is akadnak, akik csak azt szeretnék, ha lenne biztos munkahelyük. Közmunkások vagyunk. Minimál bérért dolgozunk. Szemetet szedünk. Munkát nem akarnak rendesen adni. A hajléktalanoknak amúgy is nehéz évük volt. 2013 végén a fővárosi közgyűlés Budapest nagy részét hajléktalanmentes övezetté nyilvánította. A BKV megállók 50 méteres körzetében, 29 aluljáróban, a játszóterek, köztemetők, óvodák, iskolák, hidak és felüljárók 100 méteres körzetében tilos a hajléktalanoknak életvitelszerűen tartózkodniuk. Eddig 79 embert állítottak elő amiatt, mert életvitelszerűen tartózkodtak valamelyik tiltott zónában. A Kossuth téren az utóbbi napokban felállított sátrakkal a város mindenkié csoport hívta fel a figyelmet a hajléktalanság és a szegénység problémájára. Karácsonykor még két sátor emlékeztet erre az ország karácsonyfája mellett. Török Réka, Hír 24. 4 tonna saját termesztésű krumplit és hagymát hoztak fel karácsony előtt Cserdiből a romák a budapesti rászorulóknak. Szegények segítettek szegényeken. Az adományt a Baranyai Zsákfalu közmunkásai termesztették. Annyit, hogy bőven jusson másnak is. Így novemberben még az erdélyi Dévára is jutott belőle. A zöldségféléket a Budapest Bike Mafiával közösen juttatták el a 8. kerületi rászorulóknak. Bátori Róbert riportja. Begurult a piros zsiga. Cserdőből hajtották fel hárman, autópályán 100-zal. Nehezen találtak ide az egy utcás Baranyai Zsákfaluból a 8. kerületbe, de a műholdak segítettek rajtuk. Saját főzésű pálinkát, fokhagymát és krumplit pakolnak ki a zsiguliból. Szegények adományoznak szegényeknek. Majdnem 4 tonna bezsákolt krumplit, hagymát és fokhagymát hoztak fel kis teherautóval Budapestre. A Baranyai Zsákfalu közmunkásai tavasztól őszig dolgoztak a terményen, pedig a krumpli betakarítás nem mindig volt a kedvencük. Mi történik itt? Ezt itt szedtem ki, ahol itt látod a térnyomaimat. Nézd meg!
Senki nem megy sehova, még nem álltok elő egy okos mondattal. Mit csináltatok ma itt? Mondjátok! Újra átnéztük. Most is mindent összeszedtek a földekről, több tonna plusz termeltek, ezért is adományozták el. Dolgoztunk vele, de tudtuk, hogy jó célra fog ez menni. Tehát olyan családokon segítünk, aki ebből föl tud állni, egy ünnepet tud csinálni. Egy pár órára vagy pár napra meg tudjuk szerezni neki a megfelelő ünnepi érzést legalább. Meleg ételt tud belőle csinálni, és jó lakik már. Már ez is jó. Hogy az az egészségem? Csörgésére most megtanult. Kicsit megnyitunk, hogy kérlek. Tegyem a válaszok? Mi cigányok válaszunk. Maradt is, jutott is. A 4 tonna zöldségféle viszont nem megy kárba. Több mint 200 fővárosi rászoruló főzhet belőle az ünnepek alatt. A cserdi cigányok a Budapest Bike Maffiával osztják a krumplit. Több mint 2 éve vagyunk kapcsolatban a 7. kerületi gyermekjóléti központtal. A 7. kerületben közel 600 család, rászoruló család van, így nem nehéz 200 családot sajnos kiértesíteni. Az ő munkájuk ez, ők értesítették őket, mi megszerveztük az alapot, megkaptuk a cserdiektől az adományokat. Az ide Lajos bátyám, megmutatom, mit csinált a Pali. Bogdán László a baranyai település polgármestere. Köcsögmentesített, összefogta a falu apraja nagyját, és most ott tartanak, hogy évente 9 bűncselekményt követnek el Cserdiben. 5-6 évvel ezelőtt 900 volt az átlag. Sztereotípiákat rombol és közösséget épít. Szülőszoba helyett meg iskolapadba küldi a lányokat. És nem csak tanulni, hanem adni is akarnak. Felvetődik egy újabb ötlet, és mindenki adakozni akar, mindenki hozzá akarja tenni magát. Láttad bent az arcokat, jönnek az emberek, és örülnek, hogy kapnak. Ők ugyanolyan szívesen adták. Tehát hálásan köszönöm a cserdieknek is, hogy ehhez hozzájárulnak, hogy én ma itt állhatok és beszélhetek erről. A cserdi romák nem csak a 8. kerületben adakoztak. 1 tonna zöldséget az erdélyi Dévára is eljuttattak. Ragadós a példa. Siklós Nagyfalu is beszállt az adakozásba. Ők is adtak, amennyit csak tudtak. Báthori Róbert, Hír 24. Csak fedő történetnek használják Orbán Viktor szerint az amerikaiak a korrupciót, igazából titkos szolgálati befolyást akarnak szerezni. A miniszterelnök szerint új keletű érdekei lettek Amerikának ebben a térségben, és befolyást akarnak szerezni. A Fideszen belüli konfliktusoknak nem tulajdonít jelentőséget, szerinte teljesen mindegy, hogy szeretik-e egymást pártársai, amíg az ország érdekében dolgoznak. Azt viszont elismerte, hogy vannak generációs különbségek. Akkor nem ér, leginkább a németek és a magyarok. Van egy föltörekvő nemzedék, az egész országban egyébként, ez nem csak a politikára igaz, minden területen látjuk, a gazdaságban, a kultúrában vagy a szellemi életben is. És ezeket a fiatalokat támogatni kell, mert tehetségesek, mert fölkészültek, rengeteget tudnak dolgozni, szorgalmasak, és a mi szakmánkban ami legfontosabb, hogy bátornak kell, ezek bátor fiúk. És ráadásul szeretik a hazájukat, hazafiak a szó klasszikus értelmében, és hagyni kell őket dolgozni. Tehát egyelőre inkább mindenkit bátorítanék, és nem pedig cserélnék. A választók 2/3 szerint a kormánypártok 2018-ig hatalmon maradnak, ezt mérte a Századvég. Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus 40 ponttal, más közvélemény kutatóknál viszont a miniszterelnök népszerűsége brutálisan 16% ponttal esett. Az év egyik legforgalmasabb napját zárták tegnap a párizsi luxusáruházakban. A francia főváros a turisták legnagyobb örömére új látványossággal, egy óriási átlátszó hópehellyel gazdagodott, az Eiffel-torony alatt állították ki. Eközben a Lafayette-ben, Párizs egyik legnépszerűbb luxusáruházában még javában folyt a karácsonyi ajándékok vásárlása. A legnépszerűbb ajándékok a filmek, a távirányítású játékok és az újra felkapott mesekönyvek voltak. Karácsonyi vakációjának első napjait laza sétákkal töltötte az amerikai elnök. Obama a Hawaii-szigeteken született és hagyományosan ott tölti a karácsonyt. Oahu hegyeiben túrázott a lányával, Maliával, barátaikkal és persze testőrök kíséretében. Obamáék csak a jövő hétvégén, január 4-én utaznak vissza Washingtonba. Légzési zavarok miatt kórházba szállították idősebb George Bush-t.
A 90 éves volt amerikai elnököt 2 éve ugyancsak karácsonykor hasonló tünetekkel vitték kórházba. 1989-ben foglalta el hivatalát, és az ő nevéhez fűződik az iraki csapatok kiűzése Kuwaitból. Fia, ifjabb George Bush is volt már elnök, és a következő választáson indulni készül egy másik fia, Jeb is. Egy 18 éves színesbőrű fiút lőttek le a rendőrök St. Louis külvárosában, nemesze Fergusontól, ahol augusztusban egy rendőr lelőtte a fegyvertelen Michael Brown-t. Halála tiltakozások sorát váltotta ki az Egyesült Államokban. Ezúttal a rendőrök azt állítják, hogy az Antonio Martinként azonosított áldozat egy kézi fegyvert szegezett rájuk egy Berkeley benzinkútnál, tehát önvédelemből végeztek vele. Martinnál tényleg találtak fegyvert. Az iszlám állam katonái lelőttek egy jordániai katonai gépet az általuk uralt szíriai Rakka körzetében. A pilóta ugyan sikeresen katapultált, de a dzsihadisták foglyul ejtették. A közösségi médiában tették közzé a róla készült fotókat. A fényképek alapján jordániai tisztként azonosították. A Rakka elleni légicsapásoknak csak tegnap 20 áldozata volt, így sejthető, milyen sors vár a fogolyra. A nap száma 14 milliárd, szinte hihetetlen, de 14 milliárd forintot felejtettek az államnál az adófizetők. A Magyar Nemzet azt írja, az elmúlt 3 évben az adófizetők 1/3 másfél millió ember ennyivel többet fizetett a kelleténél közteherként. Ezt nem igényelték vissza, noha joguk lett volna rá. Ez volt már a Hír 24 kollégáim, és a magam nevében kívánok áldott boldog karácsonyt, legyen szép és békés estéjük, viszontlátásra!